Kedves nézőink, országos versenyen értek el sikereket a Szent Györgyi Albert szakközépiskola tanárai és tanulói. A következő stúdióbeszélgetés erről szól. Köszönöm a stúdióban Miszori Ildikó tanárnőt, Varga Nikolettát és Farkas Viktóriát. Jó estét kívánok, sziasztok! Egy hosszú nevű versenyen vettek részt, ez a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye, felírtam magamnak, mert tényleg nagyon hosszú. Ez egy hagyományos verseny? Igen, ez már több mint 10 éve van az országban. 22 szakmacsoportba hirdették meg ebben a tanévben, mi a Szociális Alapismeretek szakmacsoportba indultunk. És részt is vesznek már több mint 10 éve ezen a versenyen? Igen, igen, szinte minden alkalommal. Ez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett, és a Nemzeti Felnőtt Képzési Intézet szervezte, illetve bonyolította le a versenyt. Ez a verseny két részből, két fordulóból állt. Az első részben mit kellett teljesíteni? Az első részben egy írásbeli vizsgát kellett teljesíteni, egy 3 órás vizsga volt, amelyen részt vettünk. Majd másnap, ugye 2 napos volt ez a verseny, először megtekintettük az írásbeli eredményeket, utána meg pedig egy szóbeli vizsgán vettünk részt. Hol volt egyébként? Szolnokon. Szolnokon zajlott. Szolnokon. Ez a döntő zajlott. Volt, ugye, már igen. A versenynek a döntője állt át 2 részből. Térjünk kicsit vissza az elejére. Mikor, hogy kezdődött a felkészülés? Mikor kezdtétek, hogyan kezdtétek a felkészülést? Már 4 éve elkezdtük a felkészülést. Szerintem már az első pillanattól kezdve, amint beléptünk az iskolába, Ildikó néni erre a versenyre készített minket. Szerintem ez volt így a pályafutásunk csúcspontja. És elég szép csúcspont volt, ugye majd az eredményeket is elmondjuk, hiszen nagyon szép eredményeket értek el. Milyen tárgyból, illetve tárgyakból kellett bizonyítani? Társadalomismeretből, pszichológia, egészségügy, gondozástan, ehhez hasonló kérdések voltak. Tehát ez egy komplex vizsga volt. Tanárnő, erre a vizsgára, végülis vizsga, vagy verseny, nem tudom, hogy nevezzem. Hát igen, ez nagyon érdekes, mert hogy ez a nagy bánatuk a lányoknak, hogy kb. 3 évvel ezelőttig, aki ezen a versenyen részt vett és bekerült a döntőbe, az első 10 emelt szintű jeles érettségit kapott szociális alapismeretek tantárgyból, a második 10, tehát a 10 és 20. helyezett között pedig középszintű 100%-os jelest kaptak a tanulók, és sajnos ezt pár éve megszüntették. Úgyhogy vizsga is volt és verseny is. Ezt ők tudnák elmondani, hogy hogy érzik most, hogy hogy mennek a szóbelire néhány hét múlva, hogy ezen túl vannak. Hogy érzitek? Hát igazából felkészültem. Nagyon sokat segített ez, hogy ezen részt vehettünk, hiszen azért egy ilyen elővizsga volt, úgymond, hogy megpróbálhattuk magunkat, hogy hogy fog menni, hogy mire számíthatunk mégiscsak azért a szóbelin. Mint az érettségiről beszélünk, ugye? Igen, és mindjárt igen. Egy országos versenyen próbálhattátok ki magatokat. Viki, neked mit jelentett ez a verseny a felkészülésben, mondjuk az érettségihez? Sokat segített, mivel még nem kerültem ilyen szituációba, hogy ennyi ember előtt kellett beszélnem. És abban is nagyon sokat segített, hogy rájöttünk arra, mivel elég sokan mentünk, hogy hatalmas támaszt jelent az, hogy vagyunk egymásnak, és megkérdezhetjük egymástól a kérdéseinket. És arról is nagyon sokat árulkodott az eredményünk, hogy ugye a 4 év, amit végig formáztunk ez miatt, mennyire lényeges volt. Mennyire volt eredményes, hatásos. Tanárnő, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy mondjuk, hogy hányan indultak most ezen a versenyen? A szociális képzésben a 12. A 13-on vannak, mind a 13-an indultak. Tehát ezt ők megbeszélték egymással, hogy közös indulás lesz. Ami nem került szóba, az, hogy volt egy elődöntő is ezen a versenyen, aztán nem beszéltünk még erről. Az interaktív formában mindenhol a helyi iskolában került megrendezésre, számítógépen, interneten keresztül jöttek a kérdések, és lehetett jelölni a válaszokat. Itt mind a 13-an indultak, 12-en kerültek be a döntőbe. És a legfontosabb ugye akkor az eredmény, ami nagyon szép lett? A 3. helyezett lett a Barbara, és van 5., 8., 9., 10., 11., 14., 16. és 19.
mert hogy ketten-hárman meg, lebetegedtek, és nem tudom, is sajnos a döntőre, ez azért hozzátartozik még a teljes képhez. Tehát magyarán szólva az első 20-ba benne volt mindenki. Az országos első 20-ba, ezt hangsúlyozzuk ki, ez a nagyon fontos. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy borzasztóan büszke vagyok rájuk. Tehát tényleg 4 éve készülnek a diákok erre, és ott ültünk az ebédlőbe, és már az első vacsoránál, közös vacsoránál, ugye az ugrott be, hogy körbenézve, 22 szakmacsoport, abban az intézményben, ahol mi voltunk, ott 4 szakmacsoport volt csak, de hát ez is 4x30 fiatal, az nem kevés, és hogy a legjobbak vannak itt az országban. Kiből állt a zsűri? Mindenki a maga területén a legjobbak. A zsűri tagjaim... Vagy versenybizottság, most már mindegy, hogy nevezzük, igen, ugye, igen, végül igen, is. Bocs, versenybizottság. Az eltéről volt Nyilas Mihály, szociálpolitikus, ő nagyon nagy név a szakmában, tehát régóta, tehát mindig is ő volt. Aztán Borbély Zsuzsanna, ő az ágazati minisztériumban dolgozott az előző évig, most már nyugdíjasként, de mivel, hogy eddig mindig ő volt, gondolom meghagyták ebben a pozícióban. Ők voltak a zsűrinek a tagjai. Igen? És nagyon pozitívan nyilatkoztak a tanulókról, hogy felszabadultak, széles látókörrel. Itt nagyon fontos mindig a felkészülésnél, hogy ne csak egy témából közelítsék meg, tehát ne csak pszichológia, ne csak társadalmi ismeret, hanem próbálják komplexen egy-egy problémát megközelíteni, és ez jött vissza, hogy ők nagyon széles látókörűek, és nagyon szabadok, és nagyon kreatívak voltak. Mit jelent ez a verseny eredmény? Tehát mit eredményez nektek? Mivel jár, hogy így mondjam, hogy ilyen szép eredményt értetek el ezen a versenyen? Van-e valami utóhatása, utóélete ennek? Az első 10 80 pontot kapott tovább tanulás esetén. Az utána következő 10, az az első 20, ők viszont 40 pontot kaptak. De szerintem ez is nagy ilyen adomány azoknak, akik tovább szeretnének menni ezen az ágon. Szeretnétek? Tovább tanultok? Ezen a téren? Miki? Én maradok még 2 évet az iskolába. Csecsemő is kisgyermek gondozom, szeretnék még tovább tanulni. Aztán még nem tudom, mi. Piki? Én egyelőre másfelé szeretnék kacsingatni, több téren ki szeretném próbálni magam. Későbbiekben valószínű, hogy visszafordulok ide, de mindenképpen emberekkel szeretnék foglalkozni. És akkor egy dolog maradt már csak hátra. Gratulálok önnek, nektek, mindannyiótoknak ez a nagyon szép verseny, az eredményhez, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.